Igen, tessék. Kezi csókolom. Miben segíthetek? Hogyne? Ismerem-e az aszpartán? Persze. Aktívan fogyasztom. Sőt, most éppen bontom. Tudta, hogy Etilbe jó bomlik? Oldódik. Igen, tisztában vagyok. Igen, láttam a kampányt. Köszönöm. Hát én nagyon örülök, hogy rám tetszettek gondolni, de ne haragudjon, az van, hogy nézd, én idén nyáron lecsúsztam a Rammsteinról, a Guns N' Rosesről, a Depeche Mode-ról, mindenről lecsúsztam. Egyetlen egy fix helyre megyek idén, még meg veszek részt egyetlen egy helyen, az a szegedi repülőnap, szeptember 8-9. Én azon kívül ne haragudjon, én szabadságon vagyok. Nem tud annyit fizetni, kicsim. Nem tud. Nem. Nekem ez mindennél többet ér. Oda egyedül Szegedre, és magának is ezt javaslom, hogy keljen fel onnan a multi íróasztal mögül. Ne, kicsit. Ismeri a P-mobiltól az egyszer az életben azt a számot? A P-mobil az egy régi magyarok zenek, nem ismeri. Hát akkor hallgassa meg. Jó lesz. Mindenképpen egyszer az életben. Szálljon magára egy kis időt, jöjjön el maga is. Nézze! Ugye, hogyha úgy veszi, akkor szegedi repülőnap, szeptember 8-9. Hát ott a Vári Gyula olyan rohadtat repül a jakkal, hogy felszalad a harisnyáján a szem. A Lujó, a mi kettessel, hát úgy megijeszti, hogy pandamacira sírjás minket. A Vári, a Besenyei Peti, a Verez Zoli, a 11G-ket húznak fönt, az embernek a nyakacsapágyas lesz, csak látja. És tetszik tudni, mikor a 30 literes Svecov motor beindul a likettesben. No, abban van a Spartám. Az igen. Az tudja. Szerintem adjon magának egy kis időt, megérdemli. Jöjjön, ilyet az életben többet nem lát. Mikor az éjszakai égen csillagokat húz a szárny vég, mert éjszakai repülés van, meg látványsó, meg tűzi játék, meg... Ha! Na, az Aspartam kiskezi csókolom. Ne ilyenekkel törődjön, hagyja ezeket a hülye kampányokat. Érezze jól magát. Egyszer az életbe. Így van. Na, ott Tali, kezi csókolom, viszlát. Aspartam, mi? De gyere te is. Érdemes lesz. Mi ott leszünk. Legalábbis én biztosan. Addig meg pihenjünk. Welcome and thank you very much.